Na sziasztok! Itt egy másik epizód. Most ha látjátok, hogy hol vagyok, már biztos, hogy láttátok ezt a helyet többféle műsorból is. Itt nagyon nagy örömömre meghívott az egyik barátom, úgyhogy most őt fogjuk megismerni, és körbenézni, és körbevezet a parkjába, és megnézzük, hogy milyen dolgai vannak. Na hát itt bemutatom nektek Koltai Pétert, őt biztos, hogy ismeritek, mert ő híresebb, mint én egyébként, ugye? Úgyhogy ő neki ez itt a KPST parkja, majdnem KGST-t mondtam, ugye? Sziasztok, Koltai Péter vagyok, a KPST parknak az alapítója. Ahogy mögöttem is láthatjátok, rengeteg járművünk van itt 36 hektáros parkban. Jelen pillanatban 760-70 körüli a járműgyűjteményünk, amiket láttok, jellemzően teherautók, buszok, traktorok, munkagépek, kis teherautók, személyautók. Csak annyit árulj el nekem, hogy ez honnét kezd? 4 évvel ezelőtt kezdődött, február 26-án, amikor megvettem az első balkaszomat, amit azóta is adtam a napokban. A 3 autót szerettem volna vásárolni, ami szocialista legyen mivel krúzolni. Talán egy balkaszt, egy kis pókot, egy Warburgot vagy egy Trabantot. Aztán ebből mostanra lett 760-70-80, ki tudja meddig számolunk, jármű, amiket itt mögöttem láthattok. Nyilván egy idő után ez már egy társadalmi felelősségvállalás volt és valós értékmentés, nem csak öncélú. Ami járműket megvettünk, azokat majdnem mint haza is szállítottuk, talán egy 10 darab van még, amit az elmúlt 3 évben vettem és még nem került haza. Az összes járművet előbb-utóbb fel fogjuk újítani, működőképessé tesszük, hiánytalanná tesszük, esztétikussá, és megpróbáljuk fedett helyre tenni őket, amik ezt igénylik. Ilyenek jellemzően a személyautók. A buszok, a teherautók kevésbé, hiszen ezek világéletükben nem álltak fedett helyen. Megpróbáljuk megoldani, ne ázzanak be, és alulról ne kapjanak fölöslegesen párát. Szóval az a kérdésem van, hogy akkor ide most bárki bejöhet, vagy ez hogy működik ez az egész? Mindjárt kitalálom. A parkunk meghatározott napokon látogatható. Ezek jellemzően szombati napok. Minden hónapban egy dedikált szombati nap, amire a kpst.hu weboldalon lehet egyet vásárolni. Aznap én tartok tálatvezetést, délelőtt 2 óra tálatvezetés, majd egy ebédszünet után megint 2 óra. Ez alatt körbesétáljuk a parkot oda-vissza, beindítunk körülbelül 20 járművet, mint mondjuk Tátrát, Zilt, Ifát, Rábosteigert, Kirovec traktort. Majd a rendezvény után, amikor ez lemegy 15 óra magasságában, akkor lehet vezetni járműveket. Ezek jellemzően egy csuklós ikarusz, egy vízágy, egy rábotűzoltó, egy ifanyerget szerelvény, egy kamaz. Szóval nem mondod azt, hogy aki ide eljön, az igazából megengedett, hogy vezesse az Ikarus buszodat, meg az Ifádat, meg ilyesmit? Nem tűnt komolynak, amit mondtam. De teljesen, csak ez nekem elég hihetetlen, hogy ilyet lehet még mai világban csinálni. Csak egy bés jogosítvány kell hozzá, hogy azért legyen valami fogalmad arról, hogy hogyan kell egy járműt vezetni. Ja, akkor nincsenek itt a helyi rendőrök, akik félre fognak tolni a parkon belül? De helyi rendőrök, én is rendőrködöm itt bent önkéntesként, ha valaki szabálytalankodik. Ó, van a sheriff emblémád. itt annyi dolog van, hogy ezt lehetetlen itt bemutatni, hogy igazából ez egy kept csináló, hogy gyertek el, azt nézzétek meg. Egyébként nem túl mellékesen itt lesz a Hufnagelnap megtartva, június 1-én, de ez a felvétel most nem arról szól, hanem arról szól, hogy nézzünk körül, hogy mit lehet itt egyébként látni, ami egy teljes napos program, ha valaki szereti az öreg vasakat. Úgyhogy most menjünk körbe, aztán nézzünk egy-két kiemelt autót itt a sok, a rengeteg. Na, nem mondhatom, hogy rozsdás vasból, nem, hanem mindjárt a gyűjteményből. Ugye tényleg ez elég magasról vagyunk, itt nagyon, nagyon hamar le fogok esni az ezéről, repülőgépes, repülőtéri alkalmatosságról. Na, menjünk körbe, azt nézzünk, találjunk valami kincseket. Na hát, mivel Kentuckyból jöttem, hoztam neki egy kis Kentucky bourbont, itt látszik egyébként, úgyhogy tessék, lehet részegedni. Nagyon köszönöm neked. És ezen kívül hoztam még egy Hemmings Classic Cart, meg egy másikat is, ami... Barkasz is van benne? Barkasz az nincs, mert Amerikában 12 barkasz van, és abból 6 az enyém, úgyhogy... Az igen, ja, nincsen. Na, menjünk, nézzünk valami autókat. Igen. Na, gyere, mutatok neked néhány érdekes járművet. Itt van ez a Skoda Mulag, aminek az az érdekessége, hogy ez egy árok-tisztító jármű. Egy ember kezelte, beállt a terepre, ahol dolgozni kellett, majd átült ebbe az ülésbe, ide föntre, és innen kezelte a kanalat,
és onnan vezette a járművet. Azzal a feltéttel van kapcsolat a jármű és a felső fülke között. Tehát úgymond a volánnál nem ült senki, miközben ő dolgozott, és a jármű haladt a kellő sebességgel. Ez a Multicar M21-es egy másik különleges járművünk, talán 1962-ben gyártották, az első tulajdonostól vásároltam meg. Ezt be is fogjuk indítani egy tárlatvezetés alkalmával. Ennek az az érdekessége, hogy nincsen benne kormány, mert hogy testsúlyát helyezéssel lehet kormányozni, hasonlóképpen, mint manapság néhány járművet. Gyere ide közelebb, és akkor nézzük meg, hogy is néz ez ki pontosan. Az is érdekessége még ennek, hogy bármelyik irányba mentél, előrefele néztél, hiszen ha megfordultál, akkor a hátra volt az előre, és fordítva. Ez az utcaseprői fa, egy jobb kormányos szerkezet, ezt nem Angliából vettük, hanem így jobban látta nyilván a kezelő a patkát. A váltó ugyanúgy bal oldalt helyezkedik el, és egy ilyen fél méteres rúd segítségével tudott jobb oldalról bal oldalt váltani sebességet. Rendezzük a terepet, készítsük elő a parkolót, hogy a látogatók, ha jönnek a Hufnagenapra, legyen hol parkolniuk. Kérted, hogy mutassam meg neked ezt a hónyavaját, ugye? Így hívtad? Nagyon jó. Szóval ez a hónyavaja egy 157-es Zill, aminek nem a motortérben, nem az orrában a motorja, hanem hátul helyezkedik el. Ami érdekessége, hogy egy fél tankmotor van benne, 6 hengeres, száraz karteres, 4 darab 225 amperórás akkumulátorral lehet működésbe bírni. Mégpedig úgy, hogy először fel kell melegíteni az olajat elektromosan, majd ha megvan a megfelelő hőfok, akkor egy elektromos szivattyúval olajnyomást hozunk létre, és ha ez megvan, akkor indítható. Meglepő a mérete ellenére, hogy ez azt hiszem kb. 6 tonnát nyom összességét tekintve, és nem is akkora, mint amekkorának látszik, sem belülről, sem kívülről. Nagyon tetszik. Látom, van benne légkondi, és ott fel lehet nyitni az ablakán elől az ablakot, hogyha nagyon meleg lenne. De... lehet, hogy így van, de amit biztosan tudok, hogy az ablakfűtés, a szélvédőfűtés az azon a... Kályha csövönyön. Igen, mert hogy elől itt van a fűtése, egy nagy kályha benne. A túloldat látjátok a kályhát, ezen az oldalon pedig a tankja van a kályhának. Hatalmas. Amikor elkezdtük belakni a területet, még nem úgy tűnt, hogy ennyi járművünk lesz, úgyhogy a legtöbbje most még füvön van, és várja a végleges helyét a parkban. Most kb. 4 hektáron, 6 hektáron helyezkednek el a járművek, de talán ősszel minden a helyére kerül, le a fűről, nem lesz füvön egyáltalán jármű, csak murván, és terjeszkedünk hátrafele a 36 hektár területen, ahogy nyerjük vissza a természettől a általa visszaódított területet. Akkor látom, itt van itt a Prágától, a szippantos, a szaros Prágától, a darus kocsig minden. Mindenféle felépítménnyel van járművünk, például ifából 40 különböző féle felépítménnyel van. És akkor ott a távolban látok egy nagy csomó Icarus buszt is. Azokat meg tudjuk nézni? Persze, menjünk. Na várjál már, ez egy Tátra Matuka. Igen, ez egy Tátra 138-as, amit Komlón vásároltunk, és lábon jött haza. És akkor ez egy autómentő? Hát kamion vagy buszmentő. Balra látsz egy Skoda Liaz mixert, ami azt gondolom viszonylag ritka felépítménnyel van. Az Ávia szintén balra a piros, annak az az érdekes, hogy 3,5 tonna az össúlya, tehát B-s jogosítvánnyal vezethető. Majd ha elnézünk jobbra, akkor ami érdekesség itt, a bordó és a mellette álló ifa, mind a kettő csatornatisztító, de más felépítménnyel. Az egyik Voma, a másik Budamobil gyártmány. Aztán látunk egy Tátradarut, ezt Algyőről hoztuk, szintén lábon haza.
Ez egy 412-es Ikarusz, világos kék színben. Ennek az az érdekes, hogy egyrészt megmakacsolta magát, és nem bírtuk elmozdítani innen, mindenféle nyűgje van, dolgozunk rajta. De amiért szeretjük, mert hogy vannak srácok, akik jönnek hozzánk, és kiírják a látogatók nevét kérésre, a kijelzőre. Ha jól számoltam, akkor 36 különböző féle Ikaruszunk van, ezek kockák jellemzően, tehát faros buszunk nincsen. Ha körbenézel, akkor emelkedő számsorrendben vannak, a 211-essel kezdődnek, ami a legkisebb típus volt régen. Van trolibuszunk, itt van a debreceni tüdőszűrős Ikaruszbusz, van versenyutószállító Ikaruszunk, ABC-s, konyhabuszunk is van, meg van lakóbuszunk is. Ha a 200-as szériát nézzük, ha balra elfordulsz, akkor balról a 435-ös látszódna a sarokba, majd a 415, a 412 helye van kihagyva, 405, és így tovább. Aztán vannak különlegességeink a távoli múltból is, ez az 553-as, nyilván fellelt állapotban, ez ABC-s busz volt, mögötte van kempingbusz, majd a Drótszamár kempingből a büfébusz, Ikarusz tűzoltóautónk, ami számsorrendben odaillik, hiszen 526-os névre hallgat. Majd egy várbusz méretű 521-es, illetve ami érdekesség, a Péti nitrogénműveknek a busza. Ez azért érdekes. Gyere csak velem! Gyere! Ott van a távolban a Péti nitrogénművek. Mert hogy hiába itt vagyunk Várpalotán, vagy a tábla tövében, közigazgatásilag Pétfürdőhöz tartozunk. És ez egy Volkswagen buszot? Az egy Ikarusz vagy Volkswagen? Igen, jól látod az emblémát rajta. Az 500-as szériának az volt az érdekesség, hogy mindegyik kooperációban készült. Az 521-es az VW motorral, alvázra, majd a távolabbi buszok, azok pedig Ávia kooperációban készültek. Ávia alváz, Ávia motor, illetve hiányzik a sorból egy 546-os típus, ami pedig a Renault-val volt együttműködésben építve. Én elsétálok a busz előtt, bemutatom nektek a különleges buszainkat a 200-as szériából. Ez egy filmes konyhabusz, nézzél be kérlek, akár föl is szállhatsz rá. A távolban van a konyha. Érdekességünk még... Ez az általunk horgászbusznak nevezett 250-es, amiben valamikor volt konyha, mosdó és 10 férőhelyes alvó rész. Nagyon szeretjük azokat a buszokat, amik nem utasszállítási céllal készültek. Ilyen buszunk az ABC-s Ikarusz. Azt kell elmondani, hogy itt van hátul a bejárat? Igen, itt van hátul a bejárat? Igen? Fáradj beljebb, kérlek. Ez az elmúlt hetek és az elkövetkezendő hetek projektje, hogy ezt berendezzük úgy, hogy tükrözze az adott időszakot. Elkezdtem berendezni az ABC-s buszt korabeli fogyasztási cikkekkel. 1985-ben eredeti csomagolásban mazsola, és még puha, azt gondolom, hogy még ehető is lenne. De van itt olyan termék, amit jelenleg is gyártanak, mint a Donald Drágo. Vagy a Kodzsek nyalóka. Vagy Kakas nyalóka. De sétáljunk tovább. Van itt téli fagyi. Retro konyak megy. De egy picit visszalépünk. Akkor igen komoly sajtkészletünk van. De ez már csak a doboza, ugye? Ez csak a doboza, persze. Már régen megromlott volna. Tudunk szolgálni bébi étellel.
Kecskemétről. Nyilván üres az üveg, persze. Súroló porral. Kátfénnyel és hasonló dolgokkal. Ja, igen. Lehet a buszban üdítőket is vásárolni, meg söröket. Szinte mindenféle van, amit el tudtok képzelni. És ezek a kosarak, ez nagyon tetszik. Ugye most vettem egy motorbiciklit nem régen, és arra itt nagyon jól lenne egy ilyen kosár. Egy ilyen kosarat nem adsz nekem el? Milyen színűt szeretnél? Hát a babettám az sárga, ugye a motorbiciklinek hívtam, de ez tök jó lenne, ez teljesen jó lenne. Ez a sárgár nincs. Ez jó lesz? Nagyon jó lesz. Fú, de jó. Na, köszönöm. Nincsen pénztárgépünk, úgyhogy ajándékban. Na, köszönöm szépen, ez nagyon-nagyon jó. Majd felrakom a babettába, elutazik Kentuckyba ez a kosár. Kérek róla a videót. Jön majd. Ez valami hatalmas fogást, nézzétek meg ezt a gyönyörű bevásárló kosarat. Ezt oda rá fogom tenni a babettának a hátuljára. Hatalmas lesz. Igazából ez úgy volt kitalálva, hogy ott hátul bejössz, és akkor a kis kosárt megfogod, bevásárolgatsz, és az végén itt a kasszánál fizetsz elő, ott ahol a ventilátor is volt benne, és aztán kijössz a végén, és leszállsz róla. Ez volt a mozgó ABC ötlete. Mögöttem láthatok a kempingautóink. Alapvetően barkaszok lesznek itt, kb. 15 féle különböző felépítményben van barkasz lakóautónk, ennek töredéke van itt most, de van itt Néza, Latvia, Zsuk, és utánfutók is. Sártas utánfutók. Látom, vannak nyugatiak is. Igen, Peugeot, Renault, VW és Ford. Kitalált, hogy ez milyen autó? Fogalmam sincs. Na mégis, minek látszik? Lehet, hogy amerikai lakóautó? Tökre úgy néz ki, nem? Fú, várjál, a kerekét fölismertem, ez egy barkasz. Tényleg. Az az érdekessége, hogy ezt elkezdték építeni, és nem fejezték be. Számtalan jel utal erre, de leginkább hangsúlyos az a hátsó lámpa hiánya, tehát olyannyira, hogy még a helye sincsen meg, nem kerül felszerelésre. Na ezt egyszer majd valamikor befejezzük. A parkunk hangsúlyos része a körforgalmunk, ami 34 méter átmérőjű. Itt látható, itt. Igen. Majd szólok az operatőrnek, várjál. No, amikor eljöttek hozzánk és esetleg vezettek járművet, akkor ez az a körforgalom, meg kell fordulni, akár a csuklós busszal is, tehát nincsen nehéz része, y-os megfordulás, tolatgatás. Illetve amiért hangsúlyos meg a körforgalom, hogy a körforgalom túl lesz a park azon része, ahol a nagy terautók lesznek elhelyezve, és azon része, ahol a kis terautók lesznek elhelyezve. Ugye, ahogy mondtam, a füvön már semmi nem fog maradni a jövőben. Persze csak jussunk el idáig. Jó, ha elnézze neked balra, akkor van itt néhány építőelem, mert hogy a parkot azt be fogjuk rendezni széljelzőkkel, szarlakkorláttal és jelzőtáblákkal is. Hogyha lehet vezetni, akkor majd ez játékos legyen. Mögöttem láthatóak a szocialista járműveink, alapvetően márka szerint sorba szedve, ha csak nem jött valami új menet közben, aminek még nincs meg a helye, vagy nem került a helyére, mint a pupos Wartburg, aminek majd itt lesz a sorban a helye. Értem szerint a legelső jármű lesz. A mögöttem látható barkasz lakóautó, mert ugye megállapítottad, hogy barkasz, mert föl lehető rajta a nyoma. Azért érdekes, mert ezt állítólag egy pilóta gyártatta magának. Nyilván a sztori végére fogok járni, és majd összehozlak titeket esetleg. Látom, hogy milyen szép áramvonalas a teteje, úgyhogy lehet, hogy el is hiszem. Mellett ez a gyönyörű kopoltyús Zaporozsec, és aztán ugye bocsánat, nem kaki barna, hanem Havanna barna. Szóval az itt az ötlet, hogy az egyes típusokat azt születési sorrendbe rakjuk, és először a legöregebb van, ami létezik itt a parkban, és aztán szépen fölfelé láthatjuk, hogy hogyan fejlődött ki a márka. Úgyhogy nagyon gyakori, hogy egymás mellett vannak téve az autók, és az öregebb lesz az első, és a régebbi lesz az utolsó. Úgyhogy én itt ráizgultam erre a gyönyörű szép kis Zaporozsecre, mert ilyen szép kis kopoltyú van, és ilyet nagyon ritkán látni olyat, ami igazából működik, de én láttam az életemben olyat, ami működik.
és aztán mondta, hogy de hát itt ez itt a Barkasz mellett van, meg a Havanna Barna a Wartburg között, úgyhogy aztán ezért így kiáll a lóláb, de amikor volt egy ismerősöm, aki járt az eredeti gyárba, és úgy csinálták ezeket az autókat, hogy levágták a tetejét, így egyszerűen le volt vágva a teteje, benne a gázpalack hátul, és az készülő autók álltak, és akkor egy ilyen levágott tetejű gázpalackos autóval mentek körbe, és azzal szépen hegezgették össze a kocsikat. Ugye Wartburgos fan módomra itt nagyon fölizgultam, mert a sok a pick-up Wartburgra. Úgyhogy ezt látom, hogy ezt valaki lefestette a narancsszínűre, még a 01-es rajtszám is rajta van, mint a Dukes of Hazzardbe, hogy mondják, a Hazard megy a lordjaiba. De hát ez elég messzi van attól. De láttam egy kis polszkit és évekkel ezelőtt a városban, ami le volt festve ugye a General Lee a színekbe. Itt van ez a szép kis púpos Wartburg. Igen, az enyémet is már be kéne fejezni. Most holnap megyek reggel megnézni, csinálok róla nektek egy kis felvételt, hogy hogy áll a dolog. De látjátok, ennek a szép régi lámpája van. Úgyhogy most már gyártják ezt a lámpát itt, ugye, a Baranyai Gábor művész úr, az nagyon-nagyon szép lámpákat csinál, őtől le fogom venni az én lámpáimat is. Nagyon sportos a fényezés ennek a Wartburgnak. Látszik, hogy a versenycsík az oldalára került, de érdekes, tök jó, nagyon, nagyon tetszik ez is. Hátulról támadunk, és itt látszik a Moszkvics felirat rajta, 1.7-es, és a 2.14-er, elmékszem, amikor még új volt, én ilyen öreg vagyok most már. Például ott van, látszik benne a kis a garancia könyv is talán, és a mellette meg a dobozos Moszkvics, ami igazából egy pick-up kéne, hogy legyen, csak a tetejére rá van téve az a doboz. Szerintem le is lehet venni. Pedig ugye a parkban ugye az a cél, hogy ugye először az öregebbet mutassuk, ami van, és úgy menjünk egyre följebb, úgyhogy ott van elől az öregebb Skoda, és aztán így szépen a favoriton keresztül láthatjuk egészen az új Skodáig. Már mondjuk nagyon új Skoda nincs, mert azok már igazából Volkswagenek szerintem. Ezt nem mondhatom el, hogy Dacia Crew Cab-et láttam, szóval Amerikában, amikor egy pick-up van, és annak két ajtaja van, az egy pick-up. Aminek négy ajtaja van, az egy Crew Cab, az nem egy pick-up, tehát ez egy másnak mondjuk. És ugye pick-up truck, C betűvel kérem, kombi Dacia, kék Dacia, romos lökhárítóval, és aztán itt egy nagyon új Dacia, már az gondolom az végéről, ami előtt ugye átpártoltak ugye az újabb gyártásra, és aztán itt egy nagyon jó kis Skoda. Ezeket hogy hívják? Octavia, nem? A közelebbi hozzád az Octavia, a másik pedig 1202-es. 1202, oké. Okay. Hát abban is tanultam valamit. Ezekkel én abszolút nem voltam tisztában, most sem vagyok tisztában, úgyhogy szegény kiemnek kicsit be van törve az ablaka. Ez pedig ennek csak három ajtaja van, jól láttam. Érdekes, tiszta, tiszta Saturn, ennek itt három ajtaja van, tehát ez itt egy jobb oldalon kettő, bal oldalon meg csak egy jutott. Ez olyan, mint a Saturn, amit küldtem a Gábornak. Nagyon jó. Itt meg kellett kérdeznem, hogy ezt hogy hívják, hogy most puskázunk. Szóval ez egy olcit, és mellette a piros? Az mi? Az egy Ladának tűnik, vagy Tavria. Egy Tavria. Oké, okay, ez lehet, hogy a világ legrosszabb autója volt, mit gondolsz? Nem tudom, biztosan van mindennél rosszabb. Ja, na aztán utána van egy nagy polszki, ha jól látom, és aztán jönnek a kis polszkik. Ugye a kis polszki az volt közön, főleg a Chrome lökhárítóshoz is. Ugye azt nagyon jó föl kell húzni, volt 500-as Fiatom is, és fú, itt vannak Barkasz hegyek. Te, a szabadon futód nincsen? De csak az van. Ki kell bontanod, amit szeretnél. Ez nagyon rossz. Na itt van a Fortact, az az egy négy, nem hengeres, az is négy ütemű, ez az. Nem két ütemű, négy ütemű. Hú, és téli gumi van rajta, nagyon tetszik. Ebben a gyártás végén raktak a Volkswagen motort, ugyanúgy, mint ahogy a Wartburgba, meg a Trabantba, és szerintem nagyon olyasmi motor ez is. Amerikában van egy ilyen, ami ugyanígy platós, és én azt hittem, hogy a platója az nem fából van, hanem ilyenből van, tehát lehet, hogy ez eredeti. Én ehhez nem tudok hozzászólni nagyon, de azt tudom, hogy amit Lengyelországból hoztak Amerikába, és négy ütemű motorja van ugyanígy, azt mindig láttam eladót, nagyon szépen le van festve valami metál zöld színre, ami nekem abszolút nem tetszik, és fú, milyen jó kis benzintank van benne, ezt meg tudom érteni. Igen, túlfolyó tartályba benzintank, nagyon jó. És annak is ugyanilyen platója volt, amit ott Amerikában árultak, vagy próbáltak eladni, vagy eladtak, vagy nem tudom, úgyhogy ez nagyon könnyen lehet, hogy ez ilyen volt. Ezt nem tudom. Ugye a Barkasz is olyan volt, hogy mindenféle autót csinált, mindenféle felépítménnyel, ugye ezerféle dolgot, hogy aki Barkasz gyűjtő, annak nagyon nehéz dolga van, mert az összeset összegyűjteni majdnem lehetetlen. Ahhoz egy ekkora telep kéne, mint ami itt van.
Úgyhogy aztán vannak autómentők is, azon nagyon lehidaltam, mert ugye én azt hittem, hogy ilyen különleges dolgot gyűjtök, az közben itt áll két autómentő is. Úgyhogy itt az egyik, szegénykém egy kicsit rozogább, mint az enyém, de most az enyém sem működik. És aztán itt van benne egy váltó, és nincs benne motor, úgy tűnik, úgyhogy ez egy Wartburg alváz négy ütemmel, és hát lenne rajta mit csinálni, az biztos. De nekem nagyon tetszik egy ilyen barkasz autómentő is. Ezek az öreg a kopoltyús verziók, akkor ez hogyan lett ebből nem kopoltyús, vagy itt mi történt? Hát gondolom nem tettek rá kopoltyút. Fú, de jó a válasz, köszönöm. De itt van a zsiguli szekció, ugye Péter azt mondta, hogy nincs semmi különlegessége, de én ezzel nem értek egyet. Ez az első, ez egy babás lökhárítós kombi zsiguli, amit most már nagyon nem lehet látni sehol. Aztán emlékszem, amikor kihozták az új lökhárítót, aminál volt egy gumicsík, és aztán ugyanúgy össze lehetett törni a krom lökhárítót. Aztán ugye ez volt a nagyobb zsiguli, ami egyik barátomnak volt ott a házban, és az apukája volt, és hármasban ment 147 km/h, úgyhogy nagyon komoly volt. És aztán emlékszem, amikor ezek a kockák kijöttek, és a pirus zsiguli, ugye, az egy hihetetlenül népszerű darab volt, és Mercedes-től elvéve az ötletet, tettek rá ablaktörlőt, hogy le lehessen törölni az ablakát, amint a lámpa üveget, és mellette van ez a húzogató, látszik ez a kis fekete valami, amivel lehet állítani, ugye az Európában szabvány volt, hogy lehessen állítani, hogyha túl sok répát meg embert raksz a hátuljába, akkor a lámpa, hogy ne világítson a szembejövőnek a szemébe, ugye azzal át lehet állítani, a Trabanton is van olyan. És akkor ugye egészen elérünk a szamarákig. Amerikában is van már több szamara, ugye, vagy két barátom hozott, és aztán nagy örömmel eladta valakiknek. Ezt pedig kérem, amint olvashatjuk, ez egy kabrió, de hogy ez milyen kabrió, azt nehéz megmondani. De az elején egy Polonéziában, úgyhogy lehet, hogy lengyel. Erről mesélsz nekem? Hát ezt megtaláltuk és megvettük. Ez éveken keresztül így állt és ázott. Azért néz ki ilyen csúnyán a belseje, ugye nem nálunk mennek tönkre feltétlenül a járművek, aztán letakartuk ponyvával, de egyelőre ez most nem sokat véd. Hát forgalom szerint is ez egy kabrió. Megkérdeztem, hogy puli, és aztán az volt a válaszra, hogy puli. A Hordgé puli, itt van kettő darab egymás mellett, a kéket donornak szántuk, de ide tettük egymás mellé a kettőt, mert így látszik, hogy mennyire nem egyformák, főleg szemből nézve. Ugye ezeket abból építették, amit éppen feleltek, de jellemzően Ikarus alkatrészekből, de hát passz, hogy a többi része micsoda. De van itt kuriózum is hátul a sorban, mert hogy szertettünk Bolla Tomi által, ugye MH Vlog, kettő darab puli pompakocsira, amik elektromos hajtásúak. Úgyhogy a négyből majd csinálunk szépeket és jókat. Nézd meg közelebbről a elektromotorját, itt látszik, hiszen hiányos, ezt tulajdonképpen szeméttelepről vásároltuk. Most megláttam kérdezni, hogy ezek milyen autók, és miután megláttam a Lada jeletről, ezért rávágtam, hogy Lada, de hát nagyon furán néz ki ilyen, úgyhogy ilyet én eddig életemben még nem láttam. Úgy néz ki egy kicsit, mintha Opel Astra lenne, de közben meg nem az. Úgyhogy ilyen szép. Hát ott van rajta. A 777 vagy 111? 111. Stoagyin Nácegy. És 112, meg létezik 110-es is belőle, az a lépcsős hátú változat. Azt még beszerzés alatt. Ugye ezek évjáratban 2000 környékén vannak, viszont annyira különlegesen néznek ki, hogy úgy gondoltam kell ilyen a parkba. Lássátok ti is, meg te is, hogy létezett ilyen Lada is. Ez az autó is pajtalelet. Az az érdekessége, hogy garázsban állt. Egy zárt garázsban, egy zárt betongarázsban, ami beázott, és az összes nedvesség az a padlóról fölpálogott, és belülről lette meg a karosszériát. Annak ellenére, hogy az autó az gyönyörű szép, belülről néhány kárpiton még rajta is van a fólia, ez itt mementó lesz nálunk a parkban. Van nekünk itt egy mezőgazdasági gépudvarunk, ahol látható Rába 15-ös kis traktor, ez a sárga itt, amit tulajdonképpen a TZ4K pirosról koppintottak, vagy fordítva volt? Szerintem erről koppintották. Szóval nagy mértékben hasonlít hozzá. Látható itt T150-es, amit be fogunk indítani tálatvezetésen. Szintén beindítjuk a Kirovecet, és a mögötte álló Rábos Tejgert is. Tehát ezeknek a hangja és illata, az megtapasztalható személyes látogatás alkalmával. Ha nézitek a műsoromat, akkor emlékeztek rá, hogy nem túl régen szertettem egy
Corvair Van-re. És a Corvair Van-nek hátul van a motorja, és elneveztem amerikai barkasznak, mert pont akkora, meg nekem barkaszaim vannak, és nagyon sokan írtátok, hogy ez egy Latvia. De hát mondom, hogy ez nem egy amerikai Latvia, de most itt van élőben egy, úgyhogy itt mellé tudom rakni a Corvair Van-t, és ja, lehet, hogy igazatok van, csak nekem a Latviához igazából semmi közöm nincsen. De hogyha már itt vagyunk, akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki belülről, és tényleg hasonló mérete van, csak ezen tele van ablaküveggel, és így megnézzük a belsejét, ennek is egy ilyen kis 4 hengeres motorja van, az enyémben 6 hengeres boxer van hátul, de ugyanúgy a kerékjárat fölött ülsz, és ugyanolyan feeling van, igaz, nincs benne egybeülés, mert ez nem jutott ugye az oroszokhoz, de tényleg akkora körülbelül, mint ez a, hát én amerikai barkasznak hívom. De ezeket nagyon sokat láttam, hogy tévés autó volt, meg mindenféle más autó volt, hogy tényleg sokat használták itt Magyarországon, csak nekem ez úgy abszolút kimaradt. És hogyha már itt tartunk, nézzétek meg, milyen kosaram van. Erre annyira izgulok, és még a hangja is, ahogy leteszem a kosárnak a részét, ahogy itt leesik, ez is. Úgyhogy ez, bocsánat, hogyha oda is mutatnám a kamerát, akkor jó lenne. Úgyhogy ez valami eszméletlen jó lesz azon a babettán. Azt, hogyha már ilyen kis buszoknál tartunk, ugye a Skoda, az nekem mindig is nagyon tetszett, mert olyan hátul van kis farok része hátul, mint hogyha tényleg egy igazi régi Skoda lenne. És itt látszik, milyen diagonál gumi van benne. Na, ebbe is lehet támpakolni. Úgy látszik, hogy halottakat raktak bele sokáig, de... Ja. Szóval ez egy Skoda pick-upnak mondhatnánk, de igazából egy platós kis busz, ha úgy vesszük. De igazából ezek voltak a konkurenciák, ugye, a Skodák és a Latviák között, meg a barkaszok között, úgyhogy mintha ez a Skoda egy kicsit több fémet tartalmazna, mint a barkasz, de tényleg ez is így érdekes. És aztán a nyízák, hát igen, ilyet is csak itt látni most már. Te főzni készülsz? Nem, ez a legkedvezőbb módja annak, hogy úgymond kármentesítő edényeket tegyünk a járművek alá, amikből esetleg csöpök bármi. Gondoljatok bele, kérlek, hogyha 750 jármű alá venni kell bármit is, csak mondjuk darabját 100 forintért. Ezeket ajándékba kaptuk, és kapjuk folyamatosan, úgyhogy mindegyik csöpögést felfogjuk ezek által. Hát az erdőben én már láttam őzeket, kettesével, hármasával, nyulat, teknősbékát, fácánt, gólyát, persze, néhány méteres távolságban is. Van vaddisznónk, meg kismalacok. Soha nem láttam őket, de ismerek olyat, aki látott, illetve a nyomukat látom, hiszen ha elnézel arrafele, akkor látszódnak a túrások. Minél távolabb megyünk a általunk használt területtől, egyre több túrás van. Illetve a rókát mondtam? Van rókánk is. Na, menjünk egyet vezetni. Ahhoz, hogy az Icarus buszt ki tudjuk szabadítani, ezt a monstrumot el kell innen vinni, úgyhogy egyszerre fogok Icarus buszt és kamiont is vezet. Beül a jobb oldalra, és elmegy. Na, nézzük, hogy föl kell mászni. Juha! Mozog az ülés. Megmondom őszintén, ilyet még nem vezettem. Jó dolog. Hát kuplungja ugyanúgy van, mint a másiknak. Itt van a hátramenet. És akkor ott gondolom föl lehet kapcsolni 2-6, meg 4-8, 7-3, hát ez tök egyszerű. Gondolom meg lehet húzni valamelyik ilyen gombot, amivel föl lehet tolni. Ja, na mindjárt kipróbáljuk. Hát majdnem becsuktam, jó? Na, azt már megtaláltad a hátramenetet, gondolom? Igen. Tehát hátramenetbe? Fék nem nagyon. Sípolni fog hátul a... Így? Nem hallom, hogy kint sípol-e a tolatás, de mindegy. Jó, a féket. Nem látom a... Hátramed van, igen, és az a kéziték, azaz gyűrűt meghúzod, és lassan engedd a kuplungot. A féket engedd el nyugodtan. Már megy is, azért mondom, hogy pici gáz. Óvatosan fékez majd velem. Mögöttünk van egy fehér autó, amit nem akarok meg. Azért nem kell. Azért nem kell. Hogy érte a Mercit. Na, de még nem fulladt le. Ez nem is nagyon fog.
Na hát most, hogy a Mant elvezettük, meg az Icarus busz mögötte, úgyhogy ja, ott a kis Trabi befigyel a tetőn. És akkor most jön az Icarus buszozás. Én őszintén megmondom, soha nem vezettem Icarus buszt, úgyhogy nagyon érdekes lesz nekem, hogy ez... Mert ugye a motorja lent van a földön fektetve, ez valami hihetetlen dolog nekem, úgyhogy csuklós Icarus vezetés következik a la Bontiflyer. Nem ők, nem megy neki semminek. Itt már megy a motor. Ott látszik a motor a föld alatt, vagy a padló alatt. Mennyire látszik ott fönn, de ki van írva, hogy KPST tanuló vezető. Úgyhogy most fölléptem tanuló vezetőnek a volán busszal. Na hát akkor most vezetünk egy Icarus busz, kérem. Csak azt tudnám, hogy mit kell csinálni. Fékre kell lépni. Jó, de különösen becsüktük az ajtót. Nagyon jó. És akkor most... Még két ajtó nyitva maradt ott hátul. Látod a tükörben? Az a légkondi. Ja, hátsót is becsukjuk, még egyet. Fú, de jó. És akkor ilyen, ha látom, itt van az egyesbe tesszük, ugye? Nem. Nem. Fék? Fék, várjál. És D-be. D, oké. Okay. Nagyon jó. Kézifék, rögzítették bal oldalt. Le kell vinni, hogy hátra, vagy hol? Föl kell húzni. Ja, igen. Úgy fú, van. De jó. De na, könnyű volt. Figyelj csak, ahol a B-tengely megy el, ugyanott fog elmenni a legutolsó C-tengely is. Pont ugyanott kanyarodik. Aha. Fú, itt van mindenféle B-tengely meg C-tengely. Nekem csak két tengelyem van. Na és a féke is működik. Ez mekkora dolog. Mennyire szabad becsuklani? Nem tudom, túl csuklani? Nem fog. Itt nem fog. Tolatás nem fog. Könnyű a kormánya. Ennyiben nincs szervó kormány. Látom, kinyitottad az ajtót, hogy ki tudjál ugrani, ha baj van. A vín! Itt van egy stoppos úr, akar menni Bécsbe. Nagyon jó. Lemaradtunk róla. Nagyon sokat ültem, mentem a középiskolába, de arra nem gondoltam, hogy... Nem ott ültél. Nem itt ültem. Ezt nektek is el kell jönni, ezt kitalálni, hogy meg... We need to have that experience. Hogy nektek is ezt meg kell élnetek, ami itt van. Ez hihetetlen. Ez nagyon másképp viselkedik, mint az én buszom. A gázpedál egy kicsit nehezebben, ez enyém az levegős gázpedál, az egyik, a másik a bortenes mondjuk, de nagyon érdekes. Akkor lehet, hogy buszra is kéne jogosítványt szereznem. De nálunk nem kell a buszomra jogosítvány, mert azt lehet vezetni csak sima itteni, úgymond B kategóriása, mert az egy RV Recreation Vehicle, tehát ilyen lakóautóbusz. Lakóbusz. Hatalmasan. Kérdés az, hogy ezzel hogyan lehet tolatni. Ez az egy érdekes van. Kipróbálom? Ja. Itt most nincs semmi mellettünk. Hátrafelé fogunk megpróbálni menni vele. Megállunk szép lassan. Légfékkel vigyázva kell állítani a fékre, mert akkor az összes utas elesik. Hú, és így is. És akkor bekapcsoljuk a reverse-t. Mindig üresbe kell először rakni. Igen. Érdekes.
Na hát akkor már csuklósi karusszal is mentem hátrafelé, ez az igazi. Ha T-fordulat tudsz hátrafelé menni, akkor bármivel. Ja. Most jön az érdekesség, hogy körbe kell mennünk ezen a körforgalmon. Mondtam neked, ahol a B-tengely megy el, ott fog a C is. De érdekes. És jaj, de könnyű ez a kormány. Most, hogy elvezettük ezt a Volán buszt csuklossal, most jön ez a Renault kamion. Speed Training and Transport. Nagyon jó lesz. És de föl kell mászni, nem úgy van az. Azt tudom, hol kell kinyitni az ajtaját. Fú, de nagyon komoly. Itt kell. Aha. Fölül két kézzel. Na, akkor ezt lerakom a kamerát addig. Na, itt fölmásztunk. Olyan, mint egy helyet másztunk volna, valami iszonyatosan magasan ülünk benne. És akkor itt van a főmunkatárs úr. Hello! Hogy nehogy véletlenül összetörjek valamit. Akkor megy. Na, szóval van egy rögzítőfékünk. Ha? Ugye automata. Automata? Magad felé megütöd a kart, akkor fönt majd kijelzi, hogy ugye fönt most azt jelzi, hogy endben vagy. Azt aha. Kiengedted, megszűnt a stop, azt elütöd. Erre? Arra, bátran. Ja, meg kell nyomni. És ez akkor az, most kettesben van. Autó. És akkor indulhatsz is, ő majd váltogat magának. Ja, hát ez csalás, hogy automata. Ja. És ugye hát az, mivel a hátulja az nagyon könnyű, így a nagy gázra ő elindul. Jobbra-balra. Nem fogom korra esni? Nem. Nincsen hátuljába súly. Fölváltott. Meg megint. Nagyon gyorsan váltogat. Meg megint. Na már majdnem 12-ben megyünk. Most följebb nem akarom, hogy váltson, de fú, de nagyon jó. Magasan vagyunk a stain. Magasan, ez még mindig nem olyan magas, mint az Airbus, de nagyon-nagyon tetszik. Ja. És ezzel szoktatok valamit húzni is, vagy ez csak úgy van?
élmény vezetni jó, mert automata így bárki bemeri vállalni. Próbáltunk vele húzni is, de ugye mivel nagyon könnyű a hátulja, ezért ugye nem igazán volt sikeres. Aha. Akkor erre egy rendes kamion hátsó rész kell, ugye? Igen, de az valahol ott volt. Valahol ott volt. Megvan a hátulja is, csak nem van akasztva. Aha. Hát ez nagyon jó. Most akkor megyünk körbe ezen a körfordulón, de még nem akadunk el. Másik oldal egy kicsit, ha itt visszaváltott. Gázfröccsöt adott magának alatt. Mondta, hogy váltogat vissza. Ez teljesen csalás. Júj. Hát az Icarus busz az nem rángatott ennyire, mert itt most fönn vagyunk a kakasülőn, és aztán gondolom, ez így billeg az egész. Na hát ez nagyon érdekes, most el gázt adni neki. Fölváltott. Tehát ez egy csalás, ez olyan, mintha ott ülne benne valami indiai ember ott legalul, és így váltaná nekem a sebességet, meg gázt adna, meg minden szólít. Én nekem csak annyi dolgom van, hogy nyomjam a gázt, meg kormányozzak, azt nem próbáljak neki menni a barkaszoknak, meg a kis polszkinak. De élményre nem jó? Nagyon jó. Hogy ne lenne jó. Itt megint valami történt. Azt hiszem csak kiengedte a túl sok levegőt. Kiengedi, igen. Ja, az én buszommal minden egyes használat után le kell engedni a levegőt, és aztán pontosabban ki kell engedni belőle, hogy kijöjjön belőle a nedvesség, de azt gondolom az újakban azokban már automatikusan van ez megadva, hogy megcsinálva. Hova álljunk vissza vele? Hát nem tudom, szerintem az elé a sárga busz elé. Visszaváltás. Megpróbálni, hogy senkit nem elütni. Így orra, vagy hogy? Így. Így, oké. Rádjuk együtt. Nagyon biztos, hogy a dolgod vagy ott állsz. Csak a fákra vigyázz, mert ugye magasan vagyunk nagyon. Ez nagyon jó ötlet, igen. És akkor így itt is maradhat. Oké, okay, és akkor vissza? Jobbra ki, igen. Akkor ott megvillant, hogy üresbe vagyunk. Kézifék. De jó. És akkor ennyi. Kulcs, és le. Le ablak, behúzzuk. Fú, nagyon köszönöm. És akkor ebből csak így kiesni lehet. Kiesünk itt oldalt, kinyitjuk akkor az ajtót, és kifejezni. Akkor ilyen mélység van itt mellettünk, úgyhogy le kell mászni. Úgyhogy mind a két ilyen fogócskát fogjuk majd hozzá. Most mondta a kolléga úr, hogy arról lehetett megismerni a Magnum sofőröket, hogy a szállító levélen fognyom volt, mert ugye a szájukba tartották a papírt, amik fölmásztak, meg lemásztak erről. Úgyhogy na hát akkor ilyet is vezettem, hihetetlen. Akkor mi lesz a terv ezzel az ösvényel? Itt is lehet majd vezetni? Igen, ez egy 500 méter hosszú útszakasz lesz, ami az erdőn keresztül kivezet egészen a 8-as út irányáig. Amikor majd lehet nálunk teljes területen vezetni, akkor kb. 4,7 km hosszú változatos útszakasz lesz, tehát nem körbe-körbe kell menni, hanem kresztáblákkal, szofisztikával lesz az út. Na akkor menjünk autózni, most már elég teherautót láttunk meg buszt. Na itt aztán van minden, úgyhogy elhagytuk a Porsche-t, a BMW-t, a Volkswagen-eket, de amit nagyon érdekes nekem, ez volt nekünk egy ilyen a Jetta diesel, és ez nagyon sokáig működött nagyon jól, és nagyon jó a keveset fogyasztott. És aztán egy ilyet is vezettem egyszer, bár nem volt az enyém, de az nem volt így leültetve, meg versenyautónak megcsinálva. Na hát itt, mikor beálltam a Gábornak a 126-os Mercével, akkor már itt rögtön be akarták állítani a sorba, hogy itt van már egy ilyen, és akkor mellé pont jó lenne. És akkor itt vannak ezek a... Hát ezekről nem sokat tudok, ugye. Ja, ez nekem túl új. Meg ez is egy kicsit ez a 123-as, de nagyon furcsa lámpája van, úgyhogy majd a Merci rajongók kijavítanak, biztos, hogy garantálom.
ilyen Volkswagen-es autót hoztak sokat Amerikába, de minden elrohadt, ugyanúgy, mint ahogy itt. És itt van egy állólámpás Merci, fú, de jó. Ez olyan, mint az én versenyteknősöm. Nagyon tetszik. Mondjuk ez az európai verzió, ami talán nekem jobban tetszik, mert nincs ez az ormótlan első lökhárítója. De ment pont úgy néz ki, fú, meg ez kéziváltósám. Hát itt belül egy kicsit már régen ültek benne, úgy tűnik. De akkor is állólámpás Merci, tök jó. Most már nagyon szépen megtanítottatok rá, de lehet, hogy rosszul mondom még mindig, hogy ez úgy tűnik, mintha ez egy 114-es lenne. És nekem van 115-ösöm, mert van benne egy kis elefántfül ott elő. Na, így belenézünk. Hát ez egy benzines motor, úgyhogy ennek ezt én abszolút nem is ismerem. De hát látok benne alkatrészeket, nem olyan, mint az enyém, de ez úgy tűnik, hogy ez egy jó kis benzines motor. Nagyon sokat opeloztam, amikor még itt voltam Magyarországon, úgyhogy ezek akkor voltak éppen, hogy csak öreg autók. Úgyhogy volt ilyen Monza is, meg Senator is, azokban, mint ugye 6-hengeres motor volt. Fú, ott meg egy Alfa Romeo mögötte, az ugye Alfa Romeo, az narancssárga, nem? Hát az a Peugeot sor. Ja, Peugeot sor. A hátulja nagyon úgy nézett ki, mint hogy, hát látjátok, ennyire nem értek a kocsikhoz. Ezek a Saabok, és ez nagyon érdekes, hogy ők csináltak repülőgépet, és amikor ott voltunk Nashville-be, abban a múzeumban, ahol minden is volt, ott volt egy ilyen zöld színű, ilyen 96-os, azt gondolom emlékeztek rá, hogy ez eléggé régi darab volt. És aztán itt vagyunk, Svédországban maradunk, akkor jönnek a Volvók, és egy Opel Manta, meg egy ilyen kombi rekord, na, egy ilyet a... és eredeti német rendszám van rajta. A ilyen kombi rekordja volt a Laci bátyámnak, amit azt hiszem, hogy ezzel jött vissza Magyarországra, Németországból, az Opel gyárba dolgozott, de az övé azt hiszem, hogy háromajtós volt, de akkor ezek még új autók voltak. Ez meg egy injektoros Manta. Fú, nagyon tetszik. Ezekről nagyon sok emlékem van. Ennek a karosszériának az az érdekessége megint csak, ha megnézitek és közeli képet nézel benne, hogy belülről és alulról rohadt, ez is szintén egy zárt garázsban állt. Tehát olyan helyeken van átrosdásodás, ahol kívülről nem áll meg a víz, hanem a pár ette meg belülről. Nézd meg közelebbről, kérlek. Ez az rozsdásodás kérés nagyon érdekes, mert nálunk a só eszi meg az autót, mert az embereknek a garázsában nem lesz ilyen probléma, fából van a garázs. De mint látjuk, itt alul megette. Fú, hát ilyet. Kívülről nem áll meg a nedvesség, belülről ette meg, és hasonlóképpen itt a motorháztető elején is. Ahonnan egyébként kívülről a víz lecsorogna, de belülről bepárolog. Hát igen, a pára belülről csorgott rajta valószínű. Nagyon érdekes. Na mondjál. Azt akarom tőled kérdezni, hogy szerinted ez az autó, amit van mögöttem, ez milyen típusú autó? Oké, szóval, hogyha így kérdezted, akkor tuti, hogy ez Renault és nem Dacia. Biztos? És miért? Nekem, mert azért, mert így kérdezted, azért. Egyébként fingom nincs. Akkor gyere csak, kérdezzek másikat. Gyere, gyere. És ez milyen autó? Hát előbb puskáztam, mert láttam, hogy román rendszáma van, úgyhogy ez biztos, hogy Dacia. Igen. Egyébként a Renault 8-as, ami kísértetésen hasonlít erre, illetve az előbbi Renault 12-es, ami Dacia 1300-assal van párban. Vannak ilyen átfedések két gyártó között. Emlékszem rá, hogy volt egy bolt, ahol ezekhez árultak alkatrészt, és ki volt írva nagybetűkkel az ajtóra, hogy Dacia alkatrész nincs, ne is kérdezzen. Hátul mi? Ez egy luaz, ami ott van hátul? Az egy luaz, így van pontosan, és egy installáció részese, mert hogy egy úgymond fellelt állapotú zaporozsecet húz ki a tóból. Hát ezt a zapit is egy gyűjtőtől vettük, aki nem birkózott meg a feladattal, és már nem tudta újra varázsolni a dolgot. Az az érdekesség a két járműnek, hogy amíg abban hátul van a motor, ebben elől van. Jó, nyilván ez nem érdekesség, de ez a motor, ami elő van benne, ugyanaz a motor, mint ami abban hátul. Ezt így vágod? Aha. Szóval... Zaporozsec motoros. Szóval jól emlékszem rá, hogy ezt nem engedte a KPM-be, mert hogy túl rossz volt, vagy túl gyenge volt a féke, vagy valami gond volt vele, hogy nem lehetett üzembe helyezni? Igen, a valami gond volt vele, talán instabil volt az egész felépítmény, talán. De ne járjunk utána. A Renault sort nézzük hátulról, a szemben velünk látható piros, ez egy Renault 15-ös, ettől szebb és jobb állapotban nem sikerült felelni, valószínűleg nem is lesz soha szebb ez a jármű, de legalább meg tudjuk mutatni, hogy hogy nézett ki. Mellette látható a narancssárga 16-os, aminél nagyon nyilvánvalóan látszik, mi látszik, gyere csak, megmutatom.
nézd meg ezt a távolságot itt. És menjünk át a túloldalra. És nézd meg ezt a távolságot itt. A torziós rugó, mi? Igen. Ja, ja. És mellette pedig látható egy 17-es. Azt mondom, egész jó állapotban sikerült felelni. Szerintem egy ritka darab. De érdemes megnézni a belsejét, az utasterét. Én nagyon szeretem a francia autókat, mert már akkor is nagyon markánsak és esztétikusak voltak. És ugott egy Colombo, Colombo Peugeot, right? A Colombónak volt, abból csak egy-két ilyen autót hoztak Amerikába, és akkor valahogy abban a filmbe egy belekerült. De az én feleségemet is úgy hívják, hogy a Colombo felesége, mert soha senki nem látta még, pedig két filmben is benne van. Hú, hát ez egy elég egyszerű motornak tűnik. Ja, mindent is lefestettek zöldre ezen az autón. És akkor itt következő, ezt onnét tudom, hogy 404-es, mert egy nagyon szép nagy felirat van az elején, de én ezt nagyon sokáig nagyon szerettem, mert olyan gyönyörű fecskefarkai vannak hátul. Ugye amíg nem lett meg a Desatom, azig mindig egy fecskefarkas autóról álmodtam, de ennek valami nagyon jó meg van tervezve az egész formája. Afrikában ezeket még mai napig használják ugye a mindennapos a helyváltoztatásra. Ugyanúgy, mint azt a másikat, aminek hátul úgy néz ki, mintha levelen szakadva a hátulja, de nincs, hanem így van megtervezve, hogy hátul egyszerűen ilyen kis szöglet van benne, hogy jobb legyen az aerodinamikája valószínű. Ez a kis részlet pedig a Doma Péter barátomnak Miami-ba szól. Ugye ő nagyon szereti az ilyen extrém furcsaságokat, és nekem a fejembe ez egy extrém furcsaság. Nézd meg, hogy néz ki ez az egész dolog. Úgyhogy ő küldött nekem képeket egy ilyenről, és most itt van élőbe, tessék, így néz ki. Nagyon érdekes. Na, egy kicsit bele is nézünk, mert ezt látni kell. Ilyenben én még soha nem ültem, nem is láttam közelről, de ilyen hatalmas hely van ott elől. És aztán hátul is gondolom le lehet hajtani mindent, úgyhogy nagyon érdekes francia dizájn az egész. Ilyen Citroeneket vezettél az előtt? Vagy mi a kötődés a francia autókhoz? Mi köt a francia autókhoz? Nincsen kötődésem az autókhoz 4 évvel ezelőttig. Azóta igen, és ugye a kedvencek a francia autók, mert hogy nagyon dizájnosak, nincs két egyforma, mint manapság. Az pedig egy Citroen DS. Ugye ez a második generációs, majdnem ilyenje volt Fantomasnak is. Ami az érdekessége például ennek a járműnek azon kívül, ugye, hogy olajos a felfüggesztése, illetve olajos a rugózása, hogy kanyarkövető fényszóró van benne. Ez talán itt a jobb oldalon látszik a leginkább, hogy el tud fordulni a fényszóró. Na, olyan, mint a Fiatom, abban is ilyet csinál, csak az mondjuk modern autó, az a 124-es Spider. Van 124-es Fiatunk. A 2018-as? Nem, olyan nem. 85-ös. Na, az másik autó, igen. Hát ami érdekes itt még a soron, az ugye a kacsa. Ez a kék talán az? Ez a kék, úgy néz ki. Igen, akkor ez nem kacsa? Vagy kacsa, hogy kacsa? Kacsa, hogy kacsa. Ez nem egy valami Avi, vagy Avanti, vagy Avi valami? Ez egy Dian. Dian, okay. Ez volt a kacsa utódja. És mellett a sárga a kacsa. Most már el fog tanulni tőled egy mondást, te mondtad, hogy én se tudok mindent. És nézd csak, van ott egy Pontiac. Az valami amerikai típus, ugye? Hát ez egy Opel. Nem Pontiac, de az van ráírva. Hát innen látom. Hát ugye minden járműből szeretnénk mindenféle karosszéria változatta, ezért ott van a csapott hátú, itt van a limuzin, vagy szedán, és volt nekünk egy kombink is, amit megvettem a neten, csak aztán eltűnt az eladó, és nem jutottunk hozzá az autóhoz, és a pénzhez sem. Ups. Történik. Van néhány ilyen történet. Aztán tovább lépünk, itt át a kordonszalagon. A Volvo-król már beszéltünk talán, ugye? De ott az elején, az a két érdekes jármű, az megvan neked? Nem hollandusra, hollandok csinálták? De. És valami nincs benne a váltó, hanem valamiféle... CVT váltó van benne. És akkor ott van a 124-es Fiat, nézd csak! Na, arról mit tudsz mondani? Semmi extrát. Úgy néz ki, mint egy Zsiguli.
Talán ez a legfontosabb mindenkinek. Szóval ez mind a kettő igazi fiat. Így van, eredeti. Sajnos ezek is alulról kapták a nedvességet, ahogy látszanak a rozsdásodások, olyan helyeken, ahonnan egyébként lefolyik a csapadék, ezek egy zárt pincében álltak. És mik a különbségek? A szemmel látható különbségek? Hát úgy látom, mind a kettőnek négy kereke van, az fehér, ez zöld. Figyelj, én kevés dolgot tudok az autókra elmondani. Ezeket tanulom mind általában azoktól a látogatóktól, akik részt vesznek a tálatvezetésen. Hát igen, a hátsó lámpa már látszik, hogy különbözik. Igen. Itt a Fiat részleg és itt a darazsak átvették az uralmat ebbe az autóba, úgy tűnik, hogy ki van írva, hogy vigyázz a darázs veszély, ugye ők szúrnak, nem csípnek. Ugye most fogok majd egy kis méhecske a kolonit elindítani otthon. Na mindegy, maradjunk a kocsinál, de ez nagyon érdekes, ilyet én eddig nem láttam sose. Szóval nem tudjuk, hogy ez 127-es vagy 125-ös majd kiderül, de hát biztos, hogy megírjátok nekem, mert mindenki jobban tudja ezt, mint én valószínűleg. De a többi Fiatot azt már ismerjük, ugye, főleg ezt a Ritmót a végén, amikor már iskolába jártam, akkor nagyon sok barátomnak volt ilyen autója. Ezek pedig ikonikusak lettek, Illaszországban valami iszonyatos pénzeket kérnek ilyen kis pandákért, főleg, hogyha négy kerék meghajtású. Még emlékszem, amikor ezek az autók új autók voltak itt, és aztán itt van ez a Ford, na ilyen Fordot hoztak Amerikába sokat, de a legtöbbnek szárny volt a hátulján, szóval, hogy ez egy kicsit másképpen nézett ki, vagy abba ugye Cosworth belenyúlt, és akkor ugye a Cosworth belenyúl valamiben, ott általában mindig jó nem történik, mert mindig tönkre mennek. Ugye emlékszetek, a Mac-mester barátom vett egy ilyen a Cosworth Vegát, és abba is. Ugye az a motor az valami 40 ezer mérföldre tudott, és utána vége volt. Hát úgy látszik, itt van a Ford szekció. Amikor én iskolába jártam, akkor nagyon sokan foglalkoztak azzal, hogy kimentek nyugatra, akkor ugye már lehetett, és onnan hoztak be mindenféle autót, és ezek majdnem úgy néznek ki, mint azok, amiket ők behoztak, főleg az a kockás Ford ott a végén, az a Ford Sierra vagy Ford Granada a kiadásokban, és aztán az egyik barátom, a Mucán Gábor barátom, meg Trabantokat hozott be, és aztán kiröhögték, hogy valami ilyet Trabantot, aztán többet csinált a hasznot rajta, mint a Volkswagen Golfon, aki azt hozott. Itt pedig egy sorompónak vásárolt szélzsák egy repülőtérről. Ez is nagyon tetszik. Mondta, hogy ezt úgy vette, hogy sorompó, de közben itt van a végén a szélzsák rész, úgyhogy ez is majd föl lesz szerelve. Mögötte pedig egy retro Vidán Park, pontosabban játszótér. Ezek nincsenek lerögzítve, hogy ez csak így mutatóban vannak, de ez is majd egyszer el fog készülni, remény szerint. Na azért ennek is jó dögös hangja volt, nem mondhatjátok, hogy nem. Ilyet is mikor lát az ember? Itt ez egy mindennapos dolog. De ez egy Coca-Cola-nak, meg Pepsi-Cola-nak volt a konkurenciája, ugye az Afri-Cola. Ugye ez nekem nagyon érdekesen hat, mert soha nem hallottam róla. Ugye ez egy Toyota kisbusz, ugye azt mondja Péter, hogy itt csak megvette, mert csak tetszett az egész úgy, ahogy áll, úgyhogy ez itt egy kiállítási tárgy lett. Tehát ebből 350 darabot gyártottak összesen. Ez az utolsó szériás Robur volt, és kettő darab létezik Magyarországon, az egyik nálunk van, a másik egy másik gyűjtőnél. Én a Roburokat nagyon kedvelem, de sose volt Roburom, és nagyon valószínűség szerint nem is lesz. De ezek a buszok nagyon tetszettek, mert amikor kis gyerek voltam, akkor a óvodába ezzel vittek minket a játszótérre egy párszor. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Majd egyszer lehet, hogy kéne vezetni. Ilyen Roburt láttam, és vitték is az automat ezzel, mert erre mindenféle dolgot föl lehet tenni. Úgyhogy volt neki kapacitása. És aztán itt a másik oldalon meg aztán vannak itt ilyen gaz, ahogy látjuk, a gaz, meg a platósifa, hogy mondják, csuklósifa? Jól mondom? Nem. Nyergesifa.
nyergesi fa látjuk, és aztán meg van a kamaz, és aztán mindenféle színben, mint a kereskedésben az ifák aztán. És a végén befejezzük ott zillel, és aztán itt lehet menni egészen végig, ameddig a nap ellát, vagy a nap le nem megy odáig a sor végéig is. Van egy olyan kis sorozat, amit én eddig még soha nem láttam, az a neve, hogy a Mi kis falunk, és akkor ezek a járművek szerepeltek benne, beleértve a tolókocsit is. És ott mellette még van egy barkasz, ami állítólagosan lehet, hogy benne lesz, mert azt mondták, hogy elvitték azt is egy filmezésre. És aztán ott van egy dízel aró, ami igen tetszik, mert én láttam ilyet még, amikor még igazából működtek. Na, köszönjük szépen, hogy vendégül láttál, és a nézők nevében is köszönjük, hogy beengedtél minket ide. És aztán remélem, hogy eljöttök a Hufnagel napra, ugye az június 1-én lesz. Úgyhogy köszi, hogy ezt is megnéztétek, aztán sziasztok! Én köszönöm neked, hogy eljöttél hozzánk, és tiszteletet tetted nálunk meg, hogy megnéztetek minket. Na, szevasztok! Rider, öcsém!